Temesvári Kis Ernő volt huszárparancsnok. Golyó. Oka. Magyar és bevallotta, hol tárolják a hadi muníciót. Dezsőfi Arisztid. Golyó. Oka. Mert lehetősége lett volna elmenekülni, de nem tette. Tiszteletből. Értem. Lázár Vilmos. Golyó. Oka. Örmény. Értem. Schweidel József. Golyó. Oka. Mert ő harcolt a napóleoni háborúkban és a párizsi csatában. Nem elkötelezett a magyar forradalom iránt, és jelentősebb összegeket kölcsönzött a császárnak még a felkelés előtt. Értem. Aulich Lajos. Kötél. Oka. Mert német. Damjanics János. Kötél. Oka. Mert szerb. Knézics Károly. Kötél. Oka. Mert horvát. Török Ignác. Kötél. Oka. Mert magyar. Láner György. Kötél. Oka. Nem árulta el a lázadók összegyűjtött pénzének rejtekhelyét. Leiningen Westerburg Károly. Kötél. Nagy Sándor József. Kötél. Oka. Megrögzött Kossuth hívő. Görgeit sem támogatta a fegyverletételben. Görgei külön fel is hívta rá a figyelmünket. Pöltenberg Ernő. Kötél. Oka. Ő kapta a legtöbb császári támogatást. Hűtlenség. Mit csináltatok vele? Megfürdettük. Megborotváltuk. Gondolom a bécsi látogatók miatt. Te ne gondolkodj! Megmondtad neki, hogy meglátogatják? Nem tudtam megmondani neki. Nem néz rám, nem válaszol. Akkor mit csinál? Bámulja a plafont. Frissítőt a grófnőnek. Fogalmam sincs, mit keresek itt. Illetve azt tudom, hogy beszélt rá. Azt nem értem. Csak látni szeretném őt. Utoljára. Az utakat is szétlőtték. Két tengelytörés. Kellemetlen. Aztán visszamehetünk. A fogadók piszkosak. Az étel kevés és íztelen. Otthon főzetek magának mindent a szakácsnővel, a kedvenceit.
Nem sütik át jól a marhát. A kenyér száraz. Kovásztalan. Ehetetlen. Kalács lesz otthon. Charlotte von Maytadler grófnő. Ismeri? És a férje? Sternberg császári főtanácsos. Engedélyezték számukra, hogy meglátogassák önt. Szokatlan. Befolyásos emberek. Tudja, hogy itt most én vagyok az Isten. Én döntök élet és halál fölött. Ne tápláljon reményeket. Önt hajnalban kivégezzük, ahogy kell. Élet Görgeivel. Görgei tábornok? A forradalmuk elárulója? Kegyelmet kapott. Még akkor is, ha elkövette azt a pofátlanságot, hogy nem előttünk, hanem az oroszok előtt tette le a fegyvert. Kegyelmet kapott, és egy kastélyt osztrák földön. Ne aggódjon Görgei sorsa felől. Ő élni fog. Elél talán 98 évet is. Maguk nem. Van panaszod a szállásotokra? Nincs, uram. A város egyetlen éppen maradt fogadója, és mint látod, innen is szinte már mindent elhurcoltak. Még ágy is alig maradt. Köszönöm.
A többiek nevében is. Igazából csak téged kívántalak idehozatni, és meg is van rá az okom. De úgy gondoltam, hogy ha a lányneveldéből két lányt melléd adok, akkor könnyebb lesz elviselni a távolságot és az itteni körülményeket. Igen, így van. Mivel foglalatoskodtatok délután? Olvasással, ahogy meghagyta. Német lányregényeket olvasunk. Nem is kérdezed, hogy miért hozattalak ide? Szeretném, ha találkoznál itt valakivel. Ha önnek ez fontos... Igen, ez nekem fontos. És azt kívánom, hogy az egyik áruló kivégzésénél legyél jelen. Nem hiszem, hogy ehhez lenne erőm. Lesz hozzá erőd, biztos vagyok benne. Nem kívánok kivégzésnél jelen lenni. Nem is csinálunk belőle rendszert. Ez egy kivételes alkalom. Nem értem, uram. Majd megérted. Küldetek, érted? Hajnaú megvárat. Nem szeretem, ha megváratnak. Maga sír. Ne sírjon. Én nem tudtam. Mit nem tudott? Hogy ön jó ember. Nem tűnt fel? Nem. 20 év házasság alatt sem? Nem. Úgy véltem, ön csak egyike a császár talpnyalóinak. És nem. Nem. Ön nagyszerű ember. Átadjuk a császár levelét, és indulunk. Nem értem, már régen el kellett volna felejtenie őt. És mégsem. 20 év alatt sem. Nem. Akkor mégsem voltam jó férje önnek. Nem. Mi volt a kifogása? Hogy sosem bocsátotta meg nekem őt. Minden pillanatban, minden tekintetében érzékeltette. Nem tudtam róla. Minden tekintete egy vád volt. És ma is az. Ne sírja. Törölje meg az arcát. Bocsánat. Legalább egy gyermekkel meg tudtam volna ajándékozni. Az nem magán múlott. Nem, mert maga nem fogadja a közeledésemet. Nem. Nem fogok önnel érintkezni soha. Ez nem lenne méltó a becsületemhez, a rangomhoz. Mert romlott, tisztátalan vagyok. Nem mondtam ilyet. Már válogatjuk a gyermeket. Épp elég született az ágyasainktól. Az egyiket befogadjuk, nemesi rangra emeljük.
Ön neveli. Mire hazaérünk, von Hergenbáró, a császár orvosa kiválasztja az erre alkalmas fiúgyermeket, aki erős, egészséges, és nem hal meg korán. Igen. Remélem, hamar megjavítják a tengelyt. Mire visszaindulunk. Ez a forradalom lelassítja a szolgáltatásokat. Nem szeretem a forradalmakat. Miért vett el akkor, ha tudta, hogy szégyenben? Mert apám egyesíteni akarta a birtokokat. Így kormányzói rangot kaphatott. De nem csak emiatt. Én vonzottam önhez, Charlotte. Aztán megtudtam. És amikor megtudta, miért nem lépett vissza? Én értékeltem ön, Charlotte. Maga okos, művelt, szép. És vonzó. Mindenhogy. Jó társaság. És úgy vélem, hogy ennek a szimpátiának épp most adtam tanújelét. Igen. Igen, és köszönöm. De néha meginog a szimpátiám, amikor így viselkedik. Ne köszöngessen. Próbáljon meg erős, egyenes főúri asszonyhoz méltó módon viselkedni. Ne zokogjon. Nem azért jöttünk ilyen hosszú úton idáig, hogy ezt hallgassam. Kérem, szedje össze magát. Így lesz. Sterberg, császári főtanácsos, kegyelmes úr, Hajnau, táborszernagy úr, fogadja el. Maga ki? Franz Botto, a császár kegyelméből. Ítélet végrehajtó. Egy hóhér. Egy hóhér jelent és jelent be engem. Micsoda idők. És a feleségem? Hajnau, táborszernagy úr csak önnel kíván értekezni. Addig a grófnő türelmét kéri, én majd vigyázok rá. Milyen szép hosszú nyaka van, asszonya. Miféle hang ez? Mit képzel? Elnézést, csak eszembe jutott, egész pályám során mindig arról álmodoztam, hogy egyszer egy nőt fogok felakasztani. Elnézést, asszonyom, a férjével bizalmasan beszélünk. Addig talán találkozhatna azzal, akivel gondolom régóta szeretne. A segédem majd oda kíséri. Dél-Magyarország egyik legnagyobb könyv és bútor gyűjteménye volt itt, amikor legutóbb erre jártam. Mindent Bécsbe szállítatunk. Nagyja már úton van. Ezek a bútorok és könyvek is hamarosan. Értem. Tökéletesen érthetetlen számomra. A császár egyik legfőbb bizalmasa, és ide jön meglátogatni egy árulót. Itt a császár levele. Nem hivatalos úton érkezett. Ön egy császári főtanácsossal beszél. Itten született egy döntés a tábornokok kivégzéséről. Amelyet úgy tudom, még Miklós cár is elítél, és arra kérte a császárt, hogy... Kérem, ne szakítson félbe. Én sem tettem ezt.
Odakint már állnak a sajnálatosan nem szakszerű akasztófák. A döntés megszületett, az érintettekkel közöltetett, aki kegyelemért folyamodott, már megkapta a választ, egyetlen egy sem kapott kegyelmet. Feltéve, ha azok a kegyelmi kérvények eljutottak a császárig. Ezt a célzást most nem hallottam meg. Az érintettek már a halálra készülnek. Ez az élet rendes menete. Nem az engedélyére várok. Parancsot hoztam. A császár kegyelmet adhat, de csak hivatalos úton. Hivatalos császári követet küldenek. Lepecsételt borítékban kell átvennem és iktatnom a parancsot, ezután közölhetem az elítéltel. De addigra kivégzik. Igen. És? Ön ezt helyteleníti? Ön egy osztrák arisztokrata család képviselője, a magyarok lázadásával szimpatizál? Nem szimpatizálok. Magam is részt vettem a császár mellett a szabadságharc leverésére készített tervek elkészítésében. Elnézést, báró úr, azt mondta, szabadságharc? Természetesen nem. Rosszul fejeztem ki magam. Lázadás, felségárulás. És miért éppen Török Ignác? Török Ignác elítélt a hadtudományok elismert szakembere. Európai egyetemeken tanított. Elsősorban a véd és sáncépítés tudományát, de a haditechnika egyéb területein is kimagasló eredményt ért el. A császárnak szüksége lehet egy ilyen szakemberre. Értem. És önöketen olyan erős házassági kapcsolatban élnek, hogy a felesége elkíséri, vállalva az úttal járó nem kevés kockázatot. Báró úr, az ön feleségének az előélete... Ezt nem erészelje folytatni. Miért? Párbajra hívna? Itt? Itt nincs párbaj, báró úr. Ez egy börtön. Szóval Török Ignác. A császár olvasta Török Ignác munkáit. Nagyra tartja őt. És úgy véli, hogy a császári hadseregben történt botlása. Botlása? Miről beszél, báró úr? Az egész ezredével átállt Komáromnál a magyar lázadókhoz. És felszabadító seregeinkkel szembefordult. Tudja ön, hogy hány császári katona esett el azokban az ütközetekben? Van önnek rokona, fia, akárkie azok között, akik ott meghaltak? Fiatal, erős császári tisztek! Több ezer fiatal osztrák élete önnek! Potlás! Látogatója van. Itt kell maradnom, Hajnal parancsára. Régen láttuk egymást. Török Ignác. Mind dolgozik épp, tábornok? Tud a stratégiai fétvonalának kiépítését. Látom, a mestere, Voban könyve alapján. Volt idő, hogy többet találkoztunk, és ön oly lelkesen mesélt a hati stratégiákról és mérnöki tervekről, hogy szabad időmben magam is foglalkoztam a témával. Túl sok szabad időm volt, és igyekeztem megérteni az ön lelkesedését. Na, az egész falazatot körüljáró ellenakta járatok kiképzésének terve. Látja? A hely szűkössége miatt igénybe vennék néhány kutat is. A folyosónál pedig a kiugró szegleteknél néhány többfelé szétágasztatható járatot csinálnék, melyekből kiindulva az ellenség munkáját, az általuk mélyített aktákat megsemmisítetnénk.
A városban feltétlenül építeni kell három, nem pusztán katonai célú, a belső kereskedelem szempontjából is hasznos erődítményt, utat kell biztosítani a katonaságnak és a tüzérségnek. Ezek a belső biztonságra is felügyelnének. Mutassa csak! Érdekes terv! A vázlatok is nem gondolt még arra, hogy itt és itt körbe lehetne vezetni a Duna vizét. Új-Buda és Buda körül, így a várost egy szigetté lehetne tenni, ami szintén a védelemnek kedvez az árkokat. Itt és itt lehetne kiásni, hogy zajláskor ne tegyen kárt a víz a parti házakban. Nyilván érdekli, hogy a férjemmel miért kívántuk meglátogatni önt. Nos, kegyelmi leíratot hoztunk a császári kamarástól a császár jóváhagyásával. Nem tudom, sikerrel járunk-e. A férjem igyekezett meggyőzni a császárt, hogy az ön hadi tudománya még nagy hasznára lehet az udvarnak. Ezt ön meg fogja tudni. Ha máskor nem, holnap hajnalban. A vár körüli természetes dunai árkot. Kérem, gondolja meg. Mehetünk? Mi van? Mehetünk? Vissza! Nem akarnak tovább beszélni? Engem meg elkezdett érdekelni ez a dunai szigetügy. Mindent megbeszéltünk. Én olvastam a jegyzőkönyveket a kihallgatásokról és a vádlottak védekezéséről. Minden vádlott belátta hibáját, megbánta bűnét és feltétlen engedelmességéről biztosította a császárt a továbbiakban. Ugyan, báró úr, ön ne tudná, hogy hogy készülnek ezek a vallomások. De tudja mit? Van egy ajánlatom. Ha Török Ignác hajlandó elfogadni ezt a szabálytalan kegyelmi leíratot, akkor elmehet. Úgy érti? Úgy értem, ahogy mondtam. Szabadon elmehet. Még hajnal előtt. Köszönöm, hogy ide fáradtak. Franz Bottót teljesen összezavart a grófnő. Nem tudom, ki az. A hóhér. Ez a neve. Franz Bottó. Ott volt, amikor ön az elítéltel találkozott. Feldúton jelentette, hogy semmilyen fontos információt nem tudott meg, mert önök Buda védvonalának megépítéséről beszélgettek. Védvonalak. A feleségemet érdeklik a hadi tudományok. Aha. Furcsa egy főúri hölgytől. Olykor a nők is gondolkodnak. Mint látják, itt van egy fiatal hölgy, egy fiatal lány. Rozália. Így hívják. Üdvözlöm, kedvesem. Rozáliát idehoztam magammal.
Azt szeretném, hogyha végignézne egy kivégzést. Ettől ő még egy kicsit viszonyog, de meg fogja tenni. Miért kellene egy ilyen fiatal lánynak végignézni egy ocsmány kivégzést? Ezt jelenteni fogom. Mert véleményem szerint ez egy remek alkalom arra, hogy életében először találkozhasson, és mindjárt elbúcsúzhasson az apjától. Rozália gyermekem, te egy leánynevelő intézetben nőttél fel, igaz? Igen. A Stülmeszi birtokomon. Amikor a birtokot vásároltam, le kellett volna bontani a nevelő intézetet, de én megtartottam. Engem mélységesen megrendít ezeknek a lányoknak a sorsa. Megejtett főúri hölgyek gyermekei, vagy cselédlányoké, akiket főurak ejtettek teherbe, igaz, báró úr? Ön a női nem nagy tisztelője, ön gondolkodni engedi őket. Nyilván megérinti ezeknek a lányoknak a sorsa. Ezt azonnal fejezze be! Kérem, azonnal távozzon, táborszernagy úr! Itt még azt is kidolgoztam, hogy ezek az ifjú hölgyek mivel foglalatoskodjanak egy bizonyos kor után, és meglehetősen jól működik ez is. Mivel foglalatoskodjanak? Növénynemesítéssel. Tetszik neked ez a munka, gyermekem? Igen. És a többieknek is mind tetszik ott? Igen. Ez a lány. Ő. Török Ignác elítélt lánya. Rosszul érzi magát, asszonyom? Kibírom. Köszönöm. Nos, most, hogy Rozáliát kivéve mindenki ért mindent, kötelességem elmagyarázni neki is. Várjon! Rozália, milyen név ez? Magyar. A magyar apja után. Jól bántak veled az elmúlt 17 év során? Igen, asszonyom. Nem szenvedtél hiányt semmiben? Nem. Gondolom, a neveldében jó tanáraid voltak. A legjobbak, asszonyom. Tehát nevelés is folyik, tanítás. Igen. Zene? Hárfázni tanultam, és zongoraleckéket is vettem. Nyelveket tanultatok? Németet és franciát. Magyart nem? Nem. Ha úgy gondolod, hogy van olyasmi, ha lenne olyasmi, amiben segíthetnénk, ha van olyan terved, esetleg egy utazás? Egyelőre nincs. Vagy valamilyen tanulmányok a császár a legutóbbi rendeletében megengedi, hogy már nők is képezhessék magukat a birodalomban, vagy azon kívül ebben is segítünk, vagy előállhat olyan helyzet, hogy megtalálsz valakit, és az életet együtt folytatnátok. És szükségetek van lehet telepedésre, vagy egy kisebb házra, birtokra. Ebben is szívesen segítünk. Köszönöm, asszonyom. Az elítélt a téli istálóban várakozik. Menjünk le mindannyian hozzá. Vegyem róla a kötelet? Nem. Most nem. Rozália, kedvesem, lép közelebb. Tudsz valamit a származásodról? Nem, uram. Akkor ideje, hogy felvilágosítsalak. A grófnő, akit itt látsz, meglehetősen ismert az udvarban előéletéről. Mindenki tudta, hogy már állapotos, senki nem értette, hogy ez az úr miért veszi el ezt a hölgyet, hogyha pontosan ismeri az állapotát. Messzire megy hajnal.
Van annyi befolyásom a császárnál, hogy tönkre tegyem. Folytatom. Megvolt tehát a fényes esküvő, magam is ott voltam fiatal tisztként. És volt ott egy hivatlan vendég. Egy fiatal császári kadét, aki botrányt csinált, de idejében elvezették. Így volt, asszonyom? Így volt elítélt. Aztán a fiatal pár szokatlan módon meglehetősen hosszú nász útra ment, és egy fél évvel később egy csecsemőt küldtek egy dajkával és egy őrrel abba a leánynevelő intézetbe, ami most a birtokomon fekszik. Rendkívül eszes vagy gyermekem, gondolom nem kell folytatnom a történetet. Mindezek után remélem most már megérted, hogy miért kértem, hogy legyél jelen a kivégzésnél. Megértem, uram. És ott leszel? Ott leszek. Elmehetsz, gyermekem, a barátnőid már bizonyára várnak. Add ide a kezed. Mind a kettőt. Elmehetek? Leülni! Az elítélt nem áll föl engedély nélkül. Török Ignác elítélt. Kérdezni fogok, válaszoljon. Elfogadja a kegyelmet. A császár ennek az úrnak a közbenjárására kegyelmi leíratot küldött. Megkérdezem még egyszer. Élni kíván-e az alkalommal? Nem. A hazámért halok meg. A hazámért harcoltam. A hazám nincs többé. A hazám jelentette az életet. És mivel megszűnt, nem kívánok tovább élni. Megváltás nekem a golyó. Golyó? Milyen golyó? Tábornok vagyok. És jár nekem a... Nem jár önnek golyó. Ön birodalmi tiszt volt. Felesküdött a császárra. Megszegte az esküjét. Katona esetében ez egyenlő a halálos ítélettel. Ha átáll a lázadók oldalára, akkor kivívja magának azt a gyalázatot, hogy a halála is olyan legyen, mint az árulása. Ott kapott tábornoki rangot. Egy idióta kormányzótól! Golyó általi halál, miről beszél? Egy magyarnak? Nem. Ezt a szégyent ön nem. Vidd el. Vegyél magad mellé katonákat. Dühöngeni fog. Azt szeretem.
Milyen szép lett. A lányunk. Mennyire szép. Hasadásban, pitypang fújásában, éber virrasztásban, majd az ágyba zuhanásban. Szépet, hogyha írtam, boldogan, ha sírtam, mennyeken túl és innen, te voltál, s vagy a minden. Megadom magam, harcolnom nincs is miért, legyőztél, s az életem már a tiéd. Indoklás talán lassanként minden miért, hajlandóságaim mára már mind a tiéd. Amíg el nem jöttél értem, ma észrevétlen éltem, mint egy villanás a térben, no, a hang a száll a szélben. Az éjszakába burkolózva a nappalattól féltem, de te elhagytál, ha akartalak, s megkaptalak, ha kértem. Kivégzik hajnalban, igaz? Hazaháruló. Magyar. Hogy lehetne hazaáruló? Épp elég kellemetlen, hogy itt kell éjszakázni egy kanapén. A saját népe szabadságáért harcoló tiszt. Hogy lehetne hazaáruló? Lehet, hogy tényleg megérte idejönni. Legalább látta a lányát. Ez a lány és a többiek a császári udvar tisztjeinek és főurainak undorító mocskos játékszerei. Kérem, fogja vissza magát. Ezekkel a fiatal nőkkel. Lehet, hogy maga is jár ilyen neveltébe. Ezek a lányok azért kerültek oda, mert bizonyos nőknek nincs erejük, hogy vállalják a tettük következményeit. Ezek a lányok azért vannak ott, mert az anyjuk oda küldte őket. Most rólam beszél, engem vádol. Hajnaú felajánlotta a kegyelmet. Ha elfogadja, életben marad. Megfájdult a fejem. Mindenem fáj ettől a találkozástól. Levegő kell. Ne jöjjön utánam. Kérem, ne menjen. Veszélyes itt. Ha fél, jöjjön ide hozzám. Elférünk. Elférünk. Sujánszki Euszták, Minorita gyomtató úr. Nem végezhetnek ki akasztással? Ez nem a gyomtató dolga. Követelem, hogy a császár értesüljön a kivégzés módjáról. Magyar nemes vagyok és katonai tábornok! Ezt a táborszer nagy úrral tessék. Velem ezt nem lehet. A golyó méltó. De... akasztani bármely mocskos gyilkost, útszéli bűnözőt! Ez ennyire fontos, Ignác? Igen. Ha nincs más, ha az élet nem, akkor a halál csak az, akkor nagyon fontos. Igen. Azt szeretném, ha elfogadnád a kegyelmet. Nincs semmiféle kegyelem. Azt hiszed, ez a patkány betartaná a szavát? A kegyelmet kérnék, megígérnék, ti elmentek, ugyanúgy kivégeztet. A többiek is mind kegyelemért folyamodtak, de mire a császár válasza megjön, a pityom végzi. Akkor megszöktetlek, kocsit bérlek, megszöktetlek. Nem kérhetek kegyelmet. Nekem nincs hová mennem.
Csak a hivatalos árulóknak van útjuk. Útközben elfognak, agyon lőnek mindkettőnket. Vagy nem lőnek le, vár, börtön jár 10-20 év. Addig megöregszem. Te vársz is. Elöregszel. Apám még birtokát felégették. Apám és anyámat tűzben égtek. Bezárták őket egy holba. Nem jutottak ki. Ott szeresettek el a disznókkal együtt. Megyek oda, ha nem hagyják! De ez mind mellékes állat. Nem a bosszú miatt nem kérek kegyelmet. Nem a következményeket nem akarom vállalni. Volt 2 év, amiért érdemes volt ide születni erre a földre! A szabadságharc! Volt 2 év, amikor azt hittem, úgy fog élni ez a nép. Olyan büszkeséggel és lélekkel, mint tette azt, több száz évvel ezelőtt ebben a napsütésben jó volt megfüredni, megtisztulni. Én tisztán akartam élni, és még mielőtt bemocskol az új kor, az új rend. Ebben a tisztainkben akarok Istennel találkozni! És én... Engem nem láttál abban a tisztító napsütésben. A miénk, a mi fényünk mi volt? Igazad van, ott voltál. Te is. És milyennek láttál ebben a fényben? Olyannak, mint amikor Bécs Katiaként megismertelek. Amikor a császári hadügyminiszter közzétette egy hadmérnöki értekezésemet, és részt vehettem a császárné tiszteletére rendezett bálon. És ez nagyon sokáig tart. Tudod, hogy miattad nem aludtam napokig előtte? Miattam? Hogy mit vegyek föl? Melyik ruhámban akarom, hogy először láss? Melyik ruhát? Nem is ismerhettél. Tévedsz. Kihallgatást kértél apámtól, a kamarástól. Valami hadi erődítmény ügyében. Mit keres itt egy magyar gyerek? Hát a magyarok mostanában máshol sincsenek elfoglalva, mint a lázadás gondolatával. Ott láttalak először a fogadószobában, másodszor, amikor a császár szolgálatára felesküdtetek. Te ott voltál? Ott. És figyeltelek. Vagyis te voltál az egyetlen, akit észrevettem a többiek között. Nem tudtam. Nem tudtad. Mégis te léptél oda hozzám először a bálon. Igen, mert abban a tömegben én is csak téged láttalak. Hamarosan bárónő lesz, mondták ott. Merészség lenne felkérni. De te megtetted. Igen. És úgy táncoltunk, mintha már évekig gyakoroltuk volna. Utána azonnal elmentél a bárról. Apám vitt el. Az egyik fogadószobába záratott, és csúnyán megszidott miattad. Azt mondta, egy fiatalabb kadéttal most, amikor eljegyzett Sternberg, és már készítik elő a pompázatos esküvőt, aztán eladottam a gyertyákat, és boldogan ültem a szobában. Amikor bemásztam az ablakon. Fogalmam sincs, honnan tudtad, hová vittek. És beengedtél. Nem tehettem mást. Ha sikítok vagy kiáltok, akkor azzal vége egy tehetséges fiatal hadimérnök karrierjének. Ezt nem tehettem meg a császári hadsereggel. Könnyűnőnek gondoltál akkor, hogy beengedtelek? Nem. Tudtam, hogy ilyen még soha nem történt meg veled. Ugyan már. Honnan tudhattad? Nem tudom. Eldöntöttem, hogy így van. És azt hiszem, egész életemmel bebizonyítottam, hogy mit gondolok rólad. Kérj kegyelmet. Szeretnék
oda bújni hozzá. Akkor is, amikor tudtam, és mindenki szólt. És most is, amikor itt van vele, a családi neveltetésünk az méltatlan helyzetben. Amikor már tudtuk, hogy állapotos. A családom el akarta halasztani az esküvőt végleg. Megnézettek velem három másik grófnőt. Megnéztem. Körbejártam őket. És a birtokaikat. A birtokaik iránt éreztem némi vonzódást, de a nemes hölgyek felé nem. Én nem tudok hazudni a vonzódásban, ez már kiderült. Megbuktam. Akkor is. Most is. Kardomban neveltetésem. Neveltetésem arra szólít fel, hogy használjam kardomat, nevetséges. Egy halálra ítélt el szemben, akinek semmi más nem kíván jobban, mint hogy ne kötél által végezze. Itt ülök, és jót teszek valakivel, aki az egész életemet megkeserítette. Én ragaszkodtam önhöz akkor is. Ha tudtam, hogy egybekelésünk után nem tudok önhöz érni, én nem tudok olyan testhez érni, amiben más testét is ott kell éreznem, én erre képtelen vagyok. De a vonzódás az más. A kerti reggeliknél, hogy nézhetem karcsú alakját, csodás mozgását, megéri. Az egyéves nászutunk alatt, amiből fél év azzal telt el, hogy a lánya megszületésére vártunk, és remegtünk, hogy mindezt titokban tartsuk. Ostobaság. Mindenki tudta az udvarnál. Mindenki. Felesleges volt bujkálni. Meglepő, hogy mi történt velem egy órája. Amikor a lányt megláttam, úgy állt ott, azt éreztem, a lányom egyedül, az enyém. A feleségemnek sincs köze hozzá, aki szülte. Firenzében, Rómában, Nápolyban én figyeltem, ahogy gömbölyödik benne, ahogy meg akar születni. És amikor abban a dél-olasz titkos szülőotthonban végre világra jöhetett, az én karjaim voltak. És én boldog voltam benne, mert magaménak éreztem. Én küzdöttem meg érte. Én vállaltam fel az anyja helyett. Egy gyermek nem lehet tisztátalan. Egy gyermek csak tiszta lehet. Nem lehet felelős azért, miként fogantatott. Nincsenek ezzel kapcsolatos emlékei. Ezt éreztem ott akkor, amikor a kislány felsírt a karomban. És ezt éreztem most is, amikor újra láttam. Ezt szerettem volna elmondani. Odabújni, megtagadni eddigi valómat, és életemben először őszintén vallani a megbocsátásról. És erről a lányról. És azt mondani, gyere át erre a kanapéra, ölelj meg, és örüljünk, hogy ez a lány él, és
De te elmentél tőlem. És ide jöttél. Intézkedtem egy másik kocsi felől, ami visszaviszi Bécsbe, amikor csak akarja. Az én kocsimban ön nem utazhat többé. Villák melletti birtokunkra költözik. Időnként majd meglátogatom az illendőség kedvéért. A kocsiját kifizettem egészen Bécsig. Ha egyenesen Villákba akar menni, azt is lehet. Ebben az esetben kiegészítem az összeget. Ha más utat választ, menekülni kezd, vagy eldobja az életét, gondoskodom akkor is önről. Ha megszökik, közölje tartózkodási helyét, életjáradékot küldök. Ha a halálba fut, eltemetem. Ennyit tehetek. Ez laza! Milyen munkát végeztetek? Erősítsd meg! Mindent jegyzőkönyvbe vettél, amit ezek itt mondta? Igen. Mi ez? Megmutatom. Megmutatom, hogy fog történni. Mi csinálsz, hülye? Táborszer nagy úr. Elnézést, báró úr. A kivégzésekre készülünk. Rövidesen hajnalodik. És utána? Akasztás vagy golyó, és tömeg sírva velük. Nem érdemelnek mást. Magammal kívánom vinni a lányomat. Önnek van egy lánya? Nem hallottam róla. Rosszul fejeztem ki magam. A lányt, aki beleszületett a családunkba. Rozália a leánynevelő intézet lakója, és rövidesen belép a minoritákhoz. Pontosan tudom, hogy az ön leánynevedéje miféle célokat szolgál. Parancsol? De nem kívánok erről beszélni, mert félek lehánynám ment. A lányt akarom. Milyen kifejezéseket használ, báró? Reggere itt a hintom. Indulok. Vele. Milyen indokkal? Ma éjjel bebizonyosodott, hogy ő a lányom. Igazán? Az éjjel volt idő átbeszélni a feleségemmel a helyzetet. Mikor? Amikor a felesége mesztelenül feküdt egy hazaárulóval egy takaró alatt, akkor? Elég volt! Visszatérek Bécsbe, és intézkedem az ön további sorsa felől. Egész Európa döbbenten figyeli az ön kivégzéseit. Sorra jönnek a királyoktól a felszólítások az ön eltávolítására. Úgy? Úgy. Még Miklós cár is kérte a császárt, hogy a kivégzéseket változtassák várfogságra. Nem hallottam erről. Az elítéltek vallomásait a császár tanulmányozni kívánja még. Úgy tűnik, utólagos bejegyzések történtek. Megvizsgáljuk. A császár utána kíván dönteni. De ön itt hajnalban kivégzi őket, mindenféle felhatalmazás nélkül, mert ez az ön személyes bosszúja a magyar forradalom, és általában a magyarok iránt. De ez nem írhatja fölül a császári érdekeket. Rendben van. Elviheti a lányt. Van még elég? Találkozunk még. Örömmel veszem. De kérem, előtte jelentkezzen be, hogy illendően tudjam fogadni. Ideges a báró. Kísérd le Török Ignácot a síralomházba. Ennyi jár neki is. Thank you.
Golyó általi halált követelek. Megírtam egy órája a kérvényemet. Nem tudok róla, de inkább imádkozzon, hogy az segíteni szokott, az magának is jár. Nem akarok kötélre kerülni. Pedig nem érdemel mást. A kisasszonynak külön engedélye van a látogatásra. Nem erészeljen így szólítani. Ezt a nevet nem ön adta nekem. Nem én adtam. Amikor már nyílt az értelmem a neveldében, elkezdtem kutatni, ki is vagyok valójában. Nem mondták meg. Elzárva éltünk egészen mostanáig. Tudja ön, hogy Hajnaú miért vásárolta meg a lány neveldét, ahol felnőttem? Tisztában van vele? Ott van róla. Ezek szerint ön tudta, hol vagyok? Tudta, hogy hol vagyok? Igen. És megpróbált kihozni onnan? Egy X-ben kérvényeztem. Kérvényezte? Ezt kérvényezni kell egy apának, amikor tudja, hol van a vér szerinti lánya? Rosalia, én most a halálba indulok. Amikor pontosan tudta, hogy Hajnaú a lány neveldét a barátai részére tartja fenn, és hogy az anyák és apák által ellökött lányokat a legmocskosabb célokra használja fel. Akkor nem ébredt fel magában valami? Az anyám iránt érzett állítólagos szerelemből? Vagy abból az érzésből, amit akkor érzett, amikor én fogantam? Nem? Nem érzett késztetést arra, hogy eljöjjön kérvény nélkül, hogy betörjön, vagy beosonjon és megmentsen onnan? Engem? A lányát? Tudnád, hogy mennyit gondol? Tudja, hányszor képzeltem el, hogy eljön egyszer értem valaki, aki azt mondja az apám, és hogy menjek vele. Szabaduljak ki abból a börtönből. Éljek úgy, mint más lány. Tanuljak. Éljek. Nevessek. Minden órában vártam, hogy így lesz. Mindent meg lehet szokni. Ezt is. Különösen akkor, ha az ember reménykedik abban, hogy ennek egyszer vége lesz. Mert másnak is vannak szülei. Van anyja, apja, senki sem születik csak úgy ezek nélkül. És lennie kell olyannak, aki felelősséget érez irántunk. Ön hol volt akkor, amikor mindennél jobban szükségem volt magára? Hol volt akkor? Magyarországon vettem részt a forradalom előkészítésében. A hazám volt minden gondolatom. Tegnap óta tudom, hogy ön katona. Híres hadmérnök. Vagyona van. Családja van. És forradalmista. Ön szabadsághős. Nem egy nyomorék lábát vesztett beteg. Önnek minden lehetősége megvolt arra, hogy nekem értelmes életet biztosítson. Kinek a szabadságáért harcolt ön, ha nem az enyémért? Kinek a szabadsága volt fontosabb önnek? Úgy voltam, hogy győzünk, megkeresnek. Most is hazudik. A halála előtti percekben soha nem keresett volna meg. Maga nem azért nem vitt ki engem onnan, mert nem volt rá lehetősége.
hanem mert írtózott tőlem. Miután megtudtam, mire használnak, írtózott tőlem. Megfertőzött nőnek gondolt, szégyelt engem. Nem igaz. Már a születésem után, amikor a neveldébe kerültem, el kellett volna jönnie értem, elvinni a magyar birtokára. Ennyivel tartozott anyámnak, nekem, a szerelmüknek, ha az volt egyáltalán. Ezt meg kellett volna tennie, hogy családom legyen. Gyermekkorom legyen, életem legyen. Ön megölt engem, apám. Már nem számítok. Ennyi minden után, amin keresztül mentem, nincs bennem élet. Az évek már nem számítanak, mert lehet akármennyi. Nincs bennük. Nem lesz bennük élet. És ezért maga a felelős. De ne aggódjon. Van, aki így is gondoskodik rólam, mert tudja, aki így nő fel, mint én, annak meg sokszorozódnak az emlékei. Én őrzök egy emléket egy férfi arcáról, aki először fölém hajolt, akinek először a karjaiba tettek, pedig nem lehetséges, hogy emlékezzem, de én mégis emlékezem. Egy szerető, aggódó férfi arcára emlékszem. De az az arc nem az öné. Önnek ahhoz az archoz nincs köze. És tegnap este ezt az arcot újra láttam itt. De nem az öné volt. Ön megérdemli a kötelet miattam. Az én életemért és anyámért, az ő keserves életéért. Ön mindent megérdemel! Nem baj. Akasszák föl. Halott. Akkor is. Engem is vigyen magával. Ön Rozália nem tudja, hogy a császár a jövő hónaptól Pestre küldött. A forradalom és szabadságharc utáni helyzetet kell kezelnem és részt vennem ebben. Kérlek, vigyetek magatokkal, könyörgöm. Magam nagy empátiával és megértéssel figyeltem ezt a forradalmat. A császár nem akar több áldozatot, ezért küld engem. Velem tárgyalnak a magyar nemesek. Ez több éves pesti, Pest környéki tartózkodást jelent. Gödöllőn lakom majd, ahol az ön valódi apja született.
akit ön most megmentett a szégyentől. Még mielőtt? Rosália, én magammal kívánom vinni önt. Amikor távol volt tőlünk, sokat gondoltam magára is, arra, hogy mit éreztem akkor, amikor a karjaimban tartottam először azt a csecsemőt. Köszönöm, hogy apaként gondolhattam magára, és úgy vélem, hogy megérdemel egy lehetőséget. Halott! Magyar tartományunkban nem ismerik Hajnaú intézetét, sem önt. Gondoskodom róla, hogy megfelelő társaságba kerülhessen. Rosália! Rosália, figyelj rám! Én nem tehetek róla! Ugyanaz, ami a forradalom, érted? Fiatal lány voltam, mint te, arisztokrata. De nem bírtam a testemmel. Nem bírtam, gyűlöltem a hazugságot. Az udvarban gyűlöltem, hogy nem engedelmeskedhetünk a szerelmes vágyainknak. Mindig csak azzal, akit kijelöltek, ennek máshogy kell. Fellázadt ez ellen mindenem. Pont úgy, ahogy most a magyarok. A hazugság ellen vannak a forradalmak. Az én testi forradalmam is a hazugság, a képmutatás ellen volt. Nagyon-nagyon sok kalandom volt Rosália, de Török Ignác. Ő igen. Ő megmaradt bennem. Mindenféle értelemben. Szerelemben is. Veled is. Mert te bennem növekedtél. Te belőlem lett. Mennem kell, apám vár. De nem a te apád! A te apád itt pusztult egy börtönben, gyalázatban, a te apád egy hős! A te apád az egyetlen, akit a te apád... Nem lehetek. Nem lehetek a lányod. Új életet kell kezdenem. Könyörgöm, vigyetek magatokkal. Könyörgöm, vigyetek magatokkal. Könyörgöm. Mesztelen vagyok. Mit vártál? Szoros fűzőt? Meleg alsót? Szeretném, ha hajnalban az én testemet is magaddal vinnéd. Az én ölelésemet is magaddal vinnéd. Nem fogadtad el a császár kegyelmét. Az én kegyelmemet elfogadhatod. Nagyon kérlek, fogadd el. Nem tudok mást adni neked. Akkor az első ott a sötét szobában, az volt nekem az élet. Ez legyen az utolsó. A halál. Ami közte volt, nem számít. És önző is vagyok. Nem te voltál az első. De te voltál a